mountains. Még jó, hogy Tomi nincs. Csapjunk bele most már. Közeledek. Jó van akkor. Na, itt van mindenki. Na. Hát. Ilyen Szihangeli Live újra. Sziasztok. Vége van az első elődöntőnek. És... Hát megtörtént az, ami már nem történt meg. Mennyi már? 8 éve? Hát már... 11 óta mindig ment vagyok. Magyarország megszakított most egy sorozatot. Elindítani akart egy újat. Ugye egy Pápa Jöci újrázik, hogy ő lett volna az első előadó, és ő is lett az első előadó, aki 200 szerepelt az Eurovízió. Viszont
a dal 2011-es debütálás. 12. 11-ben Wolfkati debütálás. Tényleg, basszus. Ja, tényleg. Jaj, Wolfkati keverte meg az állózat. Szóval 2012-es debütálása óta most először mondott csődöt. És igazából... Ennek is be kellett következni. Ennek egyszer ennek is be kellett. Nem vártuk most, de... Hát jó lett volna, de most igen. Na, kicsit meg arra kell csúszni. Várj, a másik. Így én lógok ki. Én, ő meg kilóg a fülem. Gyertek közelebb. De nem, meg gondoltam hátra. Mindjárt meg úgy ki vagy kemben, mert nehogy összekenjél, mert... Hát ki leszekte meg összekenjél? Na mindegy. Volt egy ilyen kis pénzmérség. Szóval szerintem az lesz most a fő téma az elkövetkező időszakokban, hogy ugye a dalnak a hiányosságai, ami a verseny előtt, előző években is már sokszor mondtunk, hogy például azt, hogy a zsűritől el kell egy kicsit venni azt a hatalmat, amit ugye a szabályok alapján a kezükbe adtak. Vagy azt, hogy nagyobb helyszínen kellene megrendezni a versenyt. Vagy pedig azt, hogy a zsűrinek úgy kellene értékelni, hogy a híres betudott előadók ne érezzék azt, hogy őket most meg akarják semmisíteni a műsorokat. Szóval ilyen hiányosságok, bár igazából mi örültünk annak, hogy a mi kis hobbinkat azért megtartotta a televízió, mert ez igazából csak évek óta ezt követjük, ezt szeretjük, és tényleg nagyon hálásak vagyunk az MTVA-nak, hogy minden évben küld versenyzőt, de most valahogy az jött ki már akkor is, hogy kicsit a zsűri az túlkaptatta a dolgot. Főleg értve azt, hogy a döntő úgy van felépítve a dalban, hogy ugye 8-an versenyeznek, és ebből 4-et kiválaszt a zsűri a pontozás alapján, és az erre alkalmasak közül, vagy az ezek közül, akik bejutottak ugye a szuperfináléba, ezek közül választ a közönség. És hát csalódottak. Én azt gondolom, hogy most kijött a dal döntőjét nézve, vagy mondjuk nagyon idézőjelbe ismerve, én azt gondolom, hogy nagyon kijött idén ez a hiányosság, ami a szavazásból, illetve a zsűrinek a hatalmából adódik. Én azt gondolom, nyilván az, hogy mi történik, vagy most akkor végül is kijutott be, meg ki nem, az most már abszolút nem kérdés. A kérdés az, hogy Jóci, aki nagyon szeretnek egyébként, és aki nagyon mindegy, üzen biztosan hozta a formáját, ami nagyon fontos az egész fesztivál alatt, én azt gondolom. Ők nem jutottak be, vagy ő nem jutott tovább. Úgyhogy egyszer ugye már nagyon szépen szerepelzünk az Eurovízió vele. Én azt gondolom, hogy abszolút a kiválasztásnak a hiányosságai csúcsosodtak ki ebben. Nem a dal volt. Én azt gondolom, hogy nem volt Jóci nem egy rossz választás, sőt, abból a szuperdönt... Nem. Is tök jó. De tény is való, hogy jöttek olyan hangok most, hogy lehet, hogy egy kicsit kevés volt a színpadon. Lehet. Egyedül. Lehet. Lehet, hogy egy teljesen friss hang, vagy egy teljesen friss arc előrébb végez, ezt is gondolom. Meg azt is gondolom, hogy abból a döntőből, ami a dal döntő volt, és ki kell választani azt, hogy akkor ki fog bejutni. Itt a szuper döntő részére gondolok, tehát amikor ugye az utolsó 4-ből választott a közönség. Nekem az nagyon-nagyon-nagyon egységű lett, úgyhogy hogy igazából a nagy közönség embertek nem jutottak bejutni. Így van. És innentől kezdve nem volt kérdés, én azt gondolom, hogy mi lesz a végeredmény. Az, hogy én nagyon nem szeretnék abba bele menni semmilyen szinten, és azt gondolom, hogy ebben egyet tudunk érteni, hogy hogyan és mi és miért történik.
viszont azt gondolom, hogy így ez egységúvá vált. És az is biztos egyébként, hogy abban bízva, hogy a Jóci milyen jól szerepelt már az Eurovízión, meg hogy ismeri, én azt gondolom, hogy mindannyiunkat valahol, mindannyiunkban valahol benne volt egy kora optimizmus. Mind a mellett, hogy persze nyilván ez most nagyon egyszerű lesz azt mondani, hogy mert hogy én megmondtam. Igen. De nyilván nem mondtuk meg, nyilván voltak érzéseink, amikor először hallottuk, vagy amikor én mondjuk először hallottam a dalt, és azok mondjuk nem voltak a legmeggyőzőbb pozitív érzések, fogalmazok így. De azt gondolom, hogy mindannyian nagyon-nagyon bíztunk. És egyébként azt is gondolom, hogy Jóci nagyon adatta magát ezen az esetén. Igen. Szerintem, hogy hibáztatni semmiért nem lehet. Abszolút. Sőt, büszkének kell rá lenni. Abszolút. Szerintem egy nagyon színvonalas produkció volt. Tényleg. Nehezen lehetett volna jobban a színpadra vinni ezt a dalt, mint ahogy ő ezt megtette. Itt nem rajta. Ez inkább a körülményeken. Az, hogy én azért kíváncsi leszek rá egyébként, hogy hol végzett előbb, a zsűrinél vagy a közönségnél. Hogy a 11. helyen végzette így az összesítésben, vagy esetleg még nem jutottunk tovább, vagy igen. Vagy hát, hogy azért az sok választ fog adni, én azt gondolom, a továbbiakra mindenképpen. A részletes eredményeket kielemezve azért biztos, hogy érdekes az dolgokat látunk majd. Az a szombaton éjjel fogunk jönni, az biztos, az egy jó hosszú live lesz. Azt muszáj lesz megbeszélni. Az vasárnap reggel. Igen, igen. Úgyhogy hát szomorúak vagyunk. Én azt gondolom, hogy nyilván meg ezt valószínűleg is fogjuk mondani, hogy ki az, aki helyett a Jócit abszolút láttuk volna a döntőben, mert azt gondolom, hogy ebből a szempontból egyet tudunk érteni, legalább kettőben. De ugyanakkor viszont azt is gondolom, hogy hát megyünk tovább, és hogyha sikerülne levonni a konzekvenciákat, akkor ez egy érdekes dolog lenne. Én azt gondolom nagyon, mert lehet, hogy esetleg lehet, hogy mindig változtatni, és így megint értek választás folyamatában. Ezzel én is mindenképpen. És az lenne még a jó, hogyha ezek alapján az MTV-ben valamit változtatni akkor szerintem... Hát vagyok. Szerintem jó lenne, hogyha többfajta véleményt meghallgatna, és oké, nem biztos, hogy mindenkinek igaza van, de azért próbálják valahogy szintetizálni a véleményeket különböző pro és kontra. Mi is szívesen elmondjuk, hogyha kapunk egy ilyen megkeresést, hogy tényleg elfogulatlanul, de tényleg úgy, hogy azért valamennyire üzembiztos legyen a dolog. Mondjuk így is örülünk, hogy minden évben küldünk versenyzőt. Mi csak ugye azt szeretnénk, hogy tovább is jussunk, és minden évben. Most egy csodálatos sorozat szakadt meg, és tényleg Zoci oda tett mindent, amit gondolt, és jól is adta elő szerintem teljesen. Nagyon magabiztos volt, felszabadult volt, érződött az a plusz, valószínűleg így, ugye, hogy hallottuk a nyilatkozatokat, hogy a helyszín maga is, hogy őt mennyire spirituálisan meg tudta érinteni az egész. Igen. Szóval totál, igazából itt csak annyi van, hogy a dal, hogy van egy zeneszerzője, szövegírója, hogyha az létrejött, onnantól kezdve ott már nincs mese, akkor már csak a dalban kell bízni, hogy minél előrébb fog végezni, meg minél jobban fog szerepelni ugye a versenyen, de hát... Visszatérve a kiválasztási rendszer, hogy gondolját az MTV-ját, azért most már a második éve nagyon erős kritikák érik a műsort a nézők oldaláról, ugye az elfogultság miatt. Én azt mondom, hogy tényleg hálásak vagyunk, és tényleg örüljünk neki, hogy részt veszünk, és hogy azért egy ilyen jellegű nemzeti döntőt, amit már ennyi éve fenntart az MTV-n, kidolgozott, és tisztességgel megrendezi minden évben. Viszont, hogyha a nézőknek szól, akkor hallgassuk meg a nézőket. Igen. Tehát én azt tudom tanácsolni, hogy nézőkritikák, ha nézőknek szól egy műsor, akkor nézőkritikák mégiscsak mérvadók. És ahogy Imi is mondta, nincs teljes igazság, de sok fél igazságból azért össze lehet rakni egy arany középutat. Én úgy gondolom, hogy mindkét fél számára működőképes lenne. Mindemellett, hogy én azt gondolom, hogy a dal, mint műsor, illetve mint műsor folyam, nagyon sok pluszt, nagyon sok pozitívumot hoz. Igazából én azt gondolom, hogy minden évben
mert olyan dolgokat hoz felszínre, ami egyébként nem feltétlenül kapná ekkora publicitást, nem feltétlenül kapná ekkora felületet, olyan előadókat, vagy olyan műfajokat helyez, még ha csak arra, tényleg arra az egy vagy két hónapra esetleg reflektorfényben, amivel egyébként nem feltétlenül találkozik, vagy találkozna a hallgató, vagy az úgynevezett átlagos néző, tényleg nagyon idézőjelben. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, és egyébként ez külföldről is kiemelik a dalnál, hogy mennyire sokrétű, hogy nem arra megyünk rá, mert nagyon sok országban ugye az a legnagyobb probléma, hogy csak ismert előadó van, csak ismert dalszerző, és igazából senki más mellettük nem rúghat labdába. Ez a dalra soha nem volt igaz. Igen. Nálunk viszont azt gondolom, hogy egy picit ez hiányzik, hogy azért néha legyen ott egy nagyobb név, vagy több nagyobb név, és mondjuk mérettessen meg, mert azt gondolom, hogy ez úgy alapvetően előre vinné az az egy part, ami mondjuk van. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen van pozitívum is benne, és amit egyébként fiúk is mondanak, hogy ezt az arany középutat. És igen, most ez így jött össze ma, elképzelhet, hogy ez is benne. Igen, mert pont ez lenne a cél, hogy te is mondod, a kicsiket, nagyokat egyformán elérje, és hogy se a kicsik, se a nagyok. Ne legyen olyan érzés, hogy valamiért nem mernek indulni, vagy valamiért nem mernek nevezni. Úgy kellene összehozni ezt a műsort, hogy mindenki számára vonzó legyen. Egyaránt részvétel, egyaránt pedig azt mondja, akárcsak nyomon kövesse az eseményeket. Igen, mondjuk az is vészjósló volt, hogy most volt talán a legalacsonyabb a dalnak a nézettsége. Igen. Volt egy összehasonlító grafikon, láttunk, hogy volt egy összeállítás ezzel kapcsolatban, és már az is eléggé vészjósló. Mi nézőknek nem annyira tetszett? Hát igen. Hát, ma kiderült, hogy valóban nem annyira tetszett a nézőknek. Igen. Nyilván szomorúak vagyunk, de azért azt gondolom, hogy nem csak Jogszívót színpadon ma, hanem még 16 előadót láttunk. Én azt gondolom, hogy gyorsan fussunk végig, vagy azt javaslom, hogy gyorsan fussunk végig azokon, akik bejutottak. Nagyon sok kommentünk lesz. Hát, kitöveljük ki, hát emeljük már ki Szerhát királyt, itt az egyik kommentelő beírt, hogy Szerhát mi Zolival nagyon örülünk. Igazából, na. Végre. Szemmeljön a másodszor, döntőzik, így. Örüljünk kell neki, ez sokszínű. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy az izraeli Eurovízióban nagyon fontos szerepet kap, pont az a nagyon sok rétűség, hogy nagyon-nagyon sok mindent láthatunk. És szerintem San Marino ebbe a Dare to Dream-be abszolút benne van, hogy valaki mondjuk 65 fölött egyébként föláll arra a színpadra, és énekel, és jól érzi magát, és egyébként ezt tetszik az embereknek, ugye ez nagyon pozitív. És hozott egy olyan látványt, ami megállja valamságon helyét. Nem biztos, hogy ezt álmodta meg, vagy ő, de nem feltétlenül. Ott volt, és része volt. Így van. Része volt, és bele tudott helyezkedni, át tudta ezt élni, és szerintem egy nagyon jó előadás. Én imádom szemben én ott. Nézzük meg a másikat, Szlovéniát. Azt szerintünk nagy meglepetés volt igazából, bár itt a sajtóközpontban azért nagyon olyan volt azért üdvű balgás. Igen, azért érezhető volt, hogy azért sokan szeretik a szlovén dalt. Mi azért, nem tudom, mi ahogy beszélgettünk többször... Akkor én nem értem a szlovén dalt. Tehát én nem éreztem azért, hogy akkor nem értem. A modern művészetet nehéz értelmezni, hát a portugált nem is tudták a nézők, meg a sűrűsre. Erre akartam kérdezni. Ez már túl modern volt. Ez már túl modern. Igen. Úgyhogy Szlovénia tovább ment. Szerintem lehetünk annyira szubjektívek, hogy azt mondjuk, hogy Szlovénia helyett mondjuk egy Magyarországot vagy egy Lengyelországot láttuk volna nagyon szívesen. Vagy Montenegro. De én azt gondolom, én ilyenkor mindig egyébként azt is gondolom, hogy a nagy döntő majd ezt úgy is verifikálja. Igen. Tehát, hogy oké, hogy most bejutottunk, és lehet, hogy a szlovén nagyon elő lesz. Lehet, hogy nagyon hátul. Hát, ha nagyon elől, akkor... Akkor nagyon nem értünk ahhoz, amit most csinálunk. Igen. Remélem, hogy ez nem így lesz, és ez nem fog kerülni. Tudod, hogy nekem is egy-két dolgot. Igen, akkor nekünk is át kell gondolni. Vagy pedig az Ebu rápirított az összes nemzeti zsűrire, hogy igen. Itt aztán most már tényleg úgy viselkedjenek, mint egy tényleg egy szakértői zsűri, aki igenis támogatja a minőséget. Még hogyha a közönség nem is mindig érti. Na, hát aztán
Aztán van egy izlandunk, aki szintén tovább jutott. Igen. Nagyon megosztanak a vélemények, rettenesen megosztanak a vélemények. Van, aki nagyon-nagyon-nagyon szereti, mert nagyon az ő világa, az a hangzás világa, amit az észak tud. És ők ezt nagyon-nagyon tudják. Igazából ugye általában társas dolog ez a nézés, és én is beszéltem néhány emberrel otthonról, vagy folyamatosan ugye cseteltünk, és ott jött egy olyan hozzászólás az egyik nagyon kedves barátnőmtől, hogy kicsit Rammstein, kicsit Falco, meg egy kicsit Modern Talking, és azt gondolom, hogy ez tökéletesen lefedi Izlandot, úgyhogy annak ellenére mondjuk, hogy nem feltétlenül az én világom, nem lepett meg, hogy tovább jutottak. Igen, abszolút. Hát, igazából az Izlandnál, bocsánat, még mindig kicsit a Magyarország kiesése hatása alatt vagyok. Az Izlandnál, amikor bejelentették, hogy a tovább jutott, és akkor így kb. Szóval semmi reakció nem volt, mert kicsit olyan vicces volt, de biztos ez is a show része. Igen. Bocsánat, csak jelölgetem, hogy ne térjünk vissza. Ausztrália, a pecsás lányok. Hát nekem egy nagyon aljas dolog ütött eszembe, hogy nagyon egy nem kedves gondolat, amikor megláttam ismét őket itt a képernyőn, tehát hogy voltak egy párt, és van akik a céllövöldék ott, ez is egy pártás volt, hogy én végig azt éreztem, hogy Ausztráliához képest, mert bocsánat, szerintem ez volt eddig a leggyengébb szereplés. Hát most mégis döntőbe jutottak. Mégis döntőbe jutottak, mert a közönség viszont azt gondolta, hogy azt hiszem 10 dal volt a nemzeti döntőig, de hogy ez volt a legérdekesebb, vagy talán a legedebbit, ami a végére úgy nagyjából beindul, meg úgy van egy ritmusa is, ugye az kell, igen. Van egy olyan különlegesség, amit, hogyha lesz majd később ilyen különleges produkciókat összeszedő gyűjtemény, akkor ez volt biztos, hogy benne lesz. Igen. Szóval... Így nyilván várható volt a döntő. Várható volt a döntő. Minőség vitathatatlan, csak... Az Euróklubban táncolni erre olyan fura. Kuli, igen. Azt próbáljátok kérdésre szerintem. Már erre nem csárdásoztunk. Erre nem. Sok mindenre lehet, de erre sok mindenre illik, de... Igen. Na, menjünk tovább Csehország. Ennek nagyon-nagyon örülünk, mi nagyon-nagyon szerettük a dalt. Én nagyon-nagyon szeretem a dalt, és alapvetően én azt gondolom, hogy egy nagyon szerethető. Igen. Valami sok ember által, és tényleg nagyon pozitív a visszajelzés. És Csehország lám-lám a közönségre bízza a kiválasztást, sőt a nemzetközi közönségre bízza a kiválasztást, és hát tavaly is nagyon szépen szerepeltek a csehek, és idén is nagyon szépen szerepelnek eddig, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a csehek. Cseheknél most beindult valami elkezdték komolyan venni, és azt gondolom, hogy minőségi az, amit hoznak. Igen. Ők ezt akarják, ez látszik. Igen. Észtország. Én abban nem tudom. Oké. Én ilyen örülünk. Hogy mondjatok, nekem is üzekeztőr nem feltétlenül. Csak jókat mondjátok. Én azt gondolom, hogy ezt azt kell mondani valamire, illetve sok mindenre, hogy nagyon jó svéd iparos munka. Az, és ez most be is jött, tetszett az embereknek. Én nagyon kíváncsi leszek szombaton, hogy mi fog egyébként kiderülni erről a pontozásról. Mert nem vagyok 100%-ig meggyőződve arról, hogy az észtek az elején jutottak be. Úgyhogy... A Runából kiindulva én sem. Igen. Sőt, aggódtam is egy picit értük, de az én listámon is tovább jutok volt. Igen. Hát, Ciprus szerintem mi nagyon lehúztuk a ruházat miatt, hogy ott aztán minden kilógott alól el, meg nem tudom, de... Oké, ez a újra mikrózott Fuego, hát jó, lehet táncolni rá, szó se róla. Még mindig megy, és jövőre működik. Fuego 3.0. Igen. Soha nem kerül le a menüről, szerintem. Igen. Mindig étlapon lesz. És még kevesebb réteg lesz. Igen. Lehet, hogy még kevesebb réteg lesz az előadó. Hogy totál testszínű lesz. Meglátjuk. Szerbia, nagy öröm. Én nagyon örülök. Nagy öröm. Én nem szeretem annyira ezt a dalt, de abszolút nálam is továbbjutó helyen volt. Felismerem, hogy ez egy nagyon szép a lány. Nagyon üzenbiztos a hangja.
Én azt gondolom, hogy az, mert ez egy tipikusan nagyívű balkán ballada. Ezt akartam mondani, hogy ribabőrrel, mindennel úristen. A balkán ballada. Ez valakinek vagy teszik, vagy nem. Ez idén is működött. Hát, igen. Ezt, balkán, ezt én abszolút egyébként aláírom. És nagy éneklés volt. És nagy éneklés volt. És nagy éneklés volt. Ezért mondom, hogy nálam is tovább jutó. És nagy tapsot is kapott itt a sajtókhoz. Igen, szeretném. Viszont engem meglepett Fehér Oroszország is egy kicsit. Engem nagyon. Engem is. Hogy mondjam, tehát, hogy nem tudjuk ezt a nagyon. Nem vagyok róla sajnos meggyőződve, és nem tudom. Én nagyon kíváncsi leszek arra tényleg, hogy mi lesz, mi derül szombaton, mert a Fehér Oroszokkal én személy szerint abszolút nem értek egyet, és azért nem értek egyet, mert értem, hogy mi volt a koncepció, értem, hogy mit szeretett volna a kislány, mindent értek. De ez hormoggyenge volt. Hormoggyenge. Vagy még annak sem feltétlenül. Tehát, igen. Hogy így... Fehér Oroszország a másik olyan, akire azt mondom, hogy helyettük minket, vagy a lengyeleket. Igen. De mégis nagyon nagy bulit csaptak itt, vagy elég nagy üdvri balgás volt nekik is, Fehér Oroszoknak. Főleg amikor volt ez az újra játszás. Nem, akkor... nagyon. Ja. Én nem is értettem, hogy miért. Én sem, nem tűnt fel. De biztos, hogy nézzetek a kommentet. Igen, így van. Ja, lehet, igen. Hatottak rá. Végülis néztük őket. És Görögország végül. És végül Görögország, ami nem volt meglepő, hogy tovább jutottak. Az elmúlt évekhez képest görögöknél ez egy jó dal számított. Nekem egy kicsit, bocsánat, személyes élmény kicsi parádé, de jó volt. Tehát a dal zeneileg. Igen, beér a produkció, tehát nem látunk, fehérből látnak. Így van. Látok megérni 3 percben az egészet. Jaj, gyerekek, most akkor mi lesz? Semmi. Most azt nézzük meg, hogy ki nem jutott be. Nézzük Montenegro. Hát, jól van. Valaki azt írt a kommentben még ott a főcikk alatt, hogy két embernek, vagy egy csajnak, meg egy csávónak volt jó hangja, a többieknek az annyira nem. De elég nagy volt a hangzavar, és sokszor a kommentekben hallottam, vagy olvastam vissza, hogy egy pára nagyon hamisan énekeltek egyébként. Én is ezt hallottam vissza. De itt a hangzavar, vagy mi nem nagyon tudtuk ezt megítélni. Főleg az elején még nem is szólt itt nálunk a hangszóról. Tehát egy másik teremből hallottuk a hangot, itt volt a kép. Igen, ez volt, az első 3-4 produkciót, a lengyelek rá. Otthon is csúszott a kép meg, a hangját is hallottuk. Itt is az volt, mert néha meg is megakadt. Pedig miért aztán elég közel vagyunk a közvetítéshez, és mégis ez volt. A kiesők közül én azt gondolom, hogy igazából, hát, és ezt megint el fogjuk mondani, Lengyelország meg mi vagyunk a nagy meglepetés, a többivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy egyet tudunk érteni, nagyjából egészéből. A lengyelek kiesése nekem, megmondom őszintén, hogy legalább akkor a meglepetés, mint a mi kiesésünk, ugyanis ők is nagyon odavették magukat, nagyon élvezhető volt a produkció, én azt gondolom, nagyon különleges, és ez általában szokott hatni. És ők tényleg nagy reményekkel jöttek, úgyhogy ez a jövőre nézve a lengyelek szempontjából nem feltétlenül jó, mert ugye ők belső kiválasztásra lettek kiválasztva, nagyon-nagyon sokat készültek az Eurovízióra, nagyon promotálták ezt az egészet, hogy ők nem hogy bejutnak a döntőbe, mert az alapelvárás volt, hanem megnyerik az Eurovíziót. Hát ott milyen zsűri volt akkor ezek szerint? Hát semmilyen. Egy ember választotta ki őket. De jó, szerintem ebben sem menjünk bele fel. Ja, jó, politikáról nem beszélünk. Mindamellett egyébként, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. Abszolút. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összerakott produkció, és egy nagyon jó választás volt. Ha nem lehet elmondani, hogy ciki vagyok. Nem, abszolút nem. És ezért vagyok nagyon meglepődve azon, hogy nem jutottak be. Mert hogyha valamire, akkor erre tényleg azt mondom, az elejétől fogva, hogy itt nem lesz gond, bejutunk. A végén végzünk, de bejutunk. Hát ez meglepetéses volt. Igazából nézzük, ugye Grúzia az, én nem tudom, hogy a grúzok, nagyon ilyen hazafias dolgokat próbálnak mostanában küldeni. Kapcsolatára fogták, igen. De ez sem feltétlenül jön be. Ja. Illetve Finnország egy
Hát oké, okay, Tarud, ez a Sandstorm című dal, az nem mostanában volt sláger. De nem mostanában volt sláger. És azóta és nem biztos. És a fiú volt meggyőző. Az énekes fiú sem volt meggyőző. Hát Belgium, én őhoz nem tudok hozzászólni, igazából szerintem oké, mehetett a levesbe. Hát Magyarország, Jóci, hát nagyon sajnálok. Remélem, hogy azért Jocin is nagyon elkeseredve, mert igazából mindent, amit ki lehetett hozni a dalból, meg a produkcióból, az őt ki lett hozva, és szerintem nagyon jó élményekkel fog hazamenni. Szerintem lehet, hogy meg volna már utazik is a delegáció hazafelé. Lehet, ugye erről nincsenek híreink, hogy ez majd későbbiekben fog mindenképpen kiderülni. Sanyi se tudott velük interjút, vele interjút csinálni, és utána viccesen meg is jegyezte, hogy lehet, hogy pont ez volt a baj. Hogy Sanyi, legközelebb, hogyha bármilyen magyar versenyző van, akárhányszor újrázik, muszáj vele interjút csinálni, mert különben itt dörülnek, de borulnak a dolgok. Nézzük bele a kommentekbe, hogy itt írhatok valami izgalmasat, hogy kell valamire válaszolni. Nézzük meg, hogy megyünk lejjebb. Ennyi, ne ilyen gyorsan. Jaj, túl gyorsak vagyunk. Na, szóval, hogy... Na, volt rosszabb is, aki tovább ment, például a Nananás. Hát... Erről megosztanak a véleményt. Igen, hát... Nem egy Szerhát rajongó, de hát... Szerhátot azért nagy tisztelet övezte egyébként. Igen. Is, de engem is kicsit meglepett, hogy tényleg ez lesz a zsűri és a közönség együttes reakciója, hogy egy ilyen kicsit ilyen ódivatú dalt tovább fog juttatni. Szlovákia, Szlovénia lett volna, illetve Izland. Megvolt. Úgy fogadta a sajtókészésünket. Hát, megdöbbenéssel, igazából az utolsó két helyen már nagyon sok helyről hallott szódott, amikor bemondták, akkor már nagyon sok helyről hallatszódott az, hogy Hungary. És a portugáliát is sokan bekiabálták. Várták, hogy mi bejutunk. Tehát ez nem nagyon volt kérdés, én azt gondolom az itteni sajtónak se. Igen. Abszolút számoltak velünk, tehát nekik is megdöbbenés. És itt mosolyogtam, hogy nem most utoljára mondanak be minket, hát ez sajnos. Igen. Máskor egy Radics Gigit küldjünk. Hát, Radics Giginek már nagyon megérett, már évek óta a szereplés szerintem, ugyanúgy, mint Tóth Gabinak. Igen. Igen. És hát kipróbálhatnánk közelből egy női hangot újra. Kipróbálhatnánk, így van. Akár egy ilyen nagy éneklőset is, mert ha tényleg jól meg van komponálva a dal, akkor annak van esélye. Ez így van. Bár mondjuk megint nem lesz egyáltalán azoknak a daloknak a száma, amit a klubokban ma játszani fognak. De hát lehet az nagy ívű. Csak Wolf Kati van még most is. És ritmusos. Tehát, hogy lehet, miért nem? Lehet. Úgyhogy abszolút támogatom azt, hogy Radics Gigit küldjük. Szóval Kállagy kellett volna. Hát igen. Kállagy Sanders András volt a legnagyobb favorit igazából a dalnak a döntőjében, és ő ugye nem került be a top 4-be, mert a televíziós zsűri azt nem kedvelte, vagy úgy gondolták, hogy volt tőle jobb is. Igen, Andrásnak kell volna menni. Nem angolul énekelt. Ez szerintem nem olyan túl nagy probléma. Pálya legsangolul énekelt. Legutóbb se, Jóci se. Vannak nem angol nyelvű eurovíziós győztesek is. Igazából a győzelemnek talán az a titka, hogy ki tudja legjobban megfogni azt a 3 percet, ami pont annyira jó oda, és pont annyira párosul hozzá egy olyan látványvilág, ami pontosan illik az egésznek a hangulatához. Talán ez lehet az érvényesülésnek a kulcsa talán. Nézzük még, mi volt? Hát nem oda való volt a produkció Anna Maritól, a dal zsűri a 80-as években ragadt le sajnos. Hallottunk ilyen hangokat, igen. Ismét Kállai. A Middletons, a dal 2019 kiemelkedő profi és fiatalos zsűrinek egyértelmű respekt, valahol valakinek csak nem lett. Igen. Hát ez megint a dal zsűriről szól.
visszajelzés. Amiről már beszéltünk. Nézői visszajelzés, amit ugye mondtuk, így hogy van. Figyelembe kellene így venni. Ha nekik szól, meg kell őket hallani. De igazából azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok ország szeretne cserélni velünk, hogy egy ilyen jó szériát... Ez így van. Most oké, nem lehet mindig jó, de tudtuk, hogy lehetett volna jobb, és ezért esik egy kicsit rosszul talán. Ez így van. Jaj, politikát azt hagyjuk. Igen. Régebben jobb voltak a dolgok, most a látványra mentek rá a többiek. Nekem nem tetszett a konkurencia, írja Berni. Igazából, hogy mondjam, hogyha valamely, van egy dal, ami győz, nagyon jó a dal, akkor ráfogják arra, hogy fú, mert hogy a svédek írták. Hogyha nagyon különleges a produkció, akkor azért nyert, mert hogy mit tudom, egy szakállas volt, és akkor hogy fú, volt a szakállas, lesz milyen különleges. Hogyha egy másik dal, akkor fú, hogy a nagy aranyeső miatt, hogy azt indították be. Szóval meglátjuk majd, hogy hoppá, itt mi történt. Bocsánat. Igazából kell valamennyi látványvilág, mert ugye nem rádió műsor, erről is volt más szó. De hogyha teljesen, szóval hogyha nem passzol az a látvány a dalhoz, amit láttunk, akkor megette a fene az egész. Sokféle véleményünk van még itt, ez nyilván persze is látjátok a kommentekből, hogy vannak Szlovénia fenek, vannak Izland fenek, és így tovább. Én azt gondolom, hogy meg nyilván Portugália, és így tovább. Mindenkinek nagyon köszönjük a kommenteket, és én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy el tudjuk mondani azt, hogy kinek mi tetszik, mert az Eurovízió erről szól. Úgyhogy mindenképpen kommenteljetek, mindenképpen szeretnénk tudni a véleményeteket, hogy ez a dolog, ez hogy néz ki. Természetesen nyilván megfelelő keretek között, de azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, úgyhogy szerintem ez nagyon jó. Az, hogy ez ma így sikerült. Nagyon-nagyon sokféleképpen gondolkodunk. Én azt gondolom, a 200 millió európai, aki nézi az Eurovíziót, ők is nagyon sokféleképpen gondolkodnak. A konzekvenciákat mindenképpen le kell majd vonni, meg nyilván majd le is fogjuk vonni egy picit hidegebb fejjel majd, hogyha lenyugszunk ma este. Igen, ma este lenyugszunk. Hát miért nem? Hát csak. Az élet meg tovább is, illetve a sokszorodónak. Azért el kell mondani, hogy azért ez egy nagy ilyen európai vagy ilyen nemzetközi társasjáték. Azért ettől még nem fog csökkenni a GDP, nem fog csökkenni az üvegházhatás, ugyanúgy megy az élet tovább, de jól van, fáj egy kicsit, meg ugye mindenki drukkolt nagyon, de ez is benne van a játékban, és hát veszteni is tudni kell. Ez, a végén meg amúgy is csak egy nyerhet. Szóval annyira nem kell bánkódni. Jó, azt pedig, hogy ki fog nyerni? Hát azt majd először is csütörtökön, mert ugye hogy már csak az is le kell nyugodni, mert hogy holnaptól csütörtökön készülünk. Aztán majd nyilván csütörtökön megint nagyon izgatottak leszünk azzal kapcsolatban, hogy ki jutott tovább és ki nem jutott tovább. Mindenképpen jövünk. És reméljük, hogy ti is majd a televízió képernyők előtt, illetve itt a Facebookonkon. Hát aztán meg majd szombat a nagy döntő, mert ahogy szerkesztő is mondja, csak egy nyerhet. Így van, de közben jönnek még a Sanyinak az interjú is még azért potyogni fognak, igen, mert még van belőle bőven. Igen. Készülnek a fordítások is hozzá. Úgyhogy dolgozunk, itt vagyunk. Ha bármilyen kérdés van egyébként a magával az Eurovízió szervezésével, például Tel Aviv-val kapcsolatban, mert hogy nyilván itt vagyunk, és esetleg tudunk valamilyen ilyen kis insightot adni, és így tovább, akkor nagyon szívesen válaszolunk a kérdésekre. Nyilván az oldalon keresztül is el lehet bennünket érni, illetve itt a Facebookon, vagy akár Instagramon, mindenhol. Kövessetek! Így van. Illetve, hogyha Lengyelországról külön valami kérdésetek van, akkor Zoli nagy szakértő. Nagyon szívesen, így van. Lengyelország és Jugoszlávia szakértő. Így van. Igen, úgyhogy akkor köszönjük szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, aztán én nem tudom, most nagyon nagy csend van. A sajtótájékoztató már valószínűleg elkezdődött. De lehet, hogy most fog, és akkor, hogyha... Itt fog eldőlni, hogy ki fog az első elődöntő továbbítói közül, ki fog a döntőnek az első felében, vagy a második felében versenyezni, és... Ezt az információt nyilván mindenképpen közre fogjuk adni majd az oldalon.
És holnap találkozunk. Ki fogjuk írni lehetőleg minél hamarabb, hogy pontosan hány óra körül leszünk várhatóak, és akkor megint lesz egy kis bevárás, így van, és utána így van. Nyomatjuk. És, meglátjuk, hogy Hollandia meg fogja tudni nyerni a versenyt. Vagy legalábbis tovább jut el. Vagy legalábbis tovább jut el. Hát igen, még az is kérdés. Zongora mögött ülve, Mostanában nem nagyon volt, és még nem is ég a zongora se. Szóval... De ez a holnapi esélytogatás. Így van, ez volt a promó a holnapiból. Köszönjük szépen a mai figyelmet. Így van. Mindenképpen jövünk volna. És jó pihenést. Sziasztok. Jó éjszakát. Sziasztok. Viszlát nyár.